Sziasztok, ikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taro. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte, annak pedig még mi jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiutoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy júniusban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzekre, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit, te vágjunk is bele. Először is az angyali üdvözletek kártyáját nézzük meg, ahol a sebezhetőség és a szabadság jött ki. Tehát ez a kártya általában arról szól, hogy van az életednek, van a személyiségednek egy olyan része, amit próbálsz elrejteni, és nem mutatod az igazi énedet. És ez a kártya azt mondja, hogy igenis mutasd meg, hogy ki vagy, mert az a valós éned az segíteni fog neked abban, hogy sikeres légy. Felszabadít téged abban, hogy saját magadat tudod adni, és abban is segíteni fog, hogy elérd a célodat, elérjed a vágyaidat. De nézzük, miről szól a taró a kirakásod középpontjában. A botok apródjál. A botok apródja jelentett valamilyen izgalmas üzenetet, valamilyen izgalmas hírt. Néhányatoknál jelenteti azt, hogy igazán új terveket szőtsz, és ennek a tervezésnek a kezdeti stádiumában vagy. Például lehet, hogy azon gondolkozol, hogy új állást keressél, és igazán frissíted az önéletrajzodat, valamint körbenézel, hogy kik azok, akik felvételt hirdetnek. Jelenteti azt is, hogy a saját vállalkozásodba akarsz belekezdeni, és úgymond piackutatást végzel, és azon azt nézed, hogy hogyan tudja ebbe belevágni. Az első kártyád a kardok királynője, aki jelentett téged, jelentett egy szemét, vagy pedig a kártya energiája. Ez egy olyan személy, aki nagyon sok mindenen esett át. Ő nagyon logikus, nagyon okos, és igazán mindenen átlát. Ez jelentheti a megvilágosodást, lehet, hogy van valami ötlet, van valami, ami bejött neked, ami elkezdte ezt a tervezési folyamatot. Jelentheti azt is, hogy egy vezető szerepről van itt szó, vagy egy vezető ad neked tanácsot, aki lehet, hogy kicsit kemény szavú, de segíteni szeretne neked. Aztán a botok hatos pedig a siker, a győzelemnek a kártyája, amikor te vagy a figyelem kellős középpontjában. Ez a kártya, ez jelzi azt, hogy amiben próbálsz belevágni, ez lehet egy új állás, egy előreléptetés, vagy a saját vállalkozásod, jelzi azt, hogy siker és győzelem fogja ötvözni az utadat, vagy pedig már nagyon sikeres vagy. Aztán a következő lapunk pedig a kelyhek királynője. A kelyhek királynője, aki lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya energiája. Ez egy olyan személy, aki a szívéből irányít, aki odafigyel az érzéseire, a megérzéseire, valamint a mások érzése is. Tehát ez egy olyan személy, aki érzi, hogy a más emberek hogyan éreznek. Ez lehet egy gyógyító, lehet egy kreatív személy is, lehet, hogy egy ilyen területen akarsz dolgozni. Aztán a következő lapunk pedig a kardok, hármas, ami jelzi azt, hogy van valamilyen fájdalom, amivel próbálsz megküzdeni, valamilyen fájdalom, csalódás, lehet egy állás, üzletnek az elvesztése, vagy pedig egy lehetőség, amit nem kaptál meg, ami nagy-nagy csalódást okoz a számodra. De ez a kártya mindig azt is jelzi, hogy ez a sötét időszak nem sokáig tart, a nap hamarosan ki fog sütni. Valamint az is érdekes, hogy a kardok királynője az általában lehet egy olyan személy, aki nagyon sok csalódáson ment át, és ez a csalódásoktól próbálja magát védeni. Aztán a kardok 8-as pedig jelzi itt azt, hogy úgy érzed, hogy olyan helyzetben vagy, amiből nem tudsz kiszabadulni. Nagyon sokat gondolkozol,
nagyon túlságosan sokat gondolkozol, agyalsz, és túl elemzed a dolgokat. Amikor ez a lap kijön, akkor nagyon fontos az, hogy nem látod tisztán a dolgokat, és nagyon fontos az is, hogy elengedd ezeket a negatív gondolatokat, amit kezdhetsz azzal, hogy beírod a kommentbe azt, hogy elengedem a negatív gondolataimat, mert ezek igazán rabulejtenek téged. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá, ne keresd csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen nagyon szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te helyzeteddel kapcsolatosan. Tehát itt a következő lapunk a kardokötös, ami a kemény konfliktus, a háborúzásnak a kártyája, és általában ez a konfliktusnak az alapja az, hogy nincs megfelelő kommunikáció. Tehát itt ez jelenteti azt is, hogy mindenki próbálja a saját érdekét érvényesíteni, és ezért kemény csatározás, kemény háború folyik. Nagyon fontos, mint mondottam, a kommunikáció, nagyon fontos az együttműködés is, mert itt igazán vesztesek vannak, győztesek, de a győztes se igazán győztes. Lehet, hogy néhányan ez a korábbi csalódásoktól az, amivel küzdetök. Aztán a következő lapunk az uralkodó, ami egy nagyon jó lap, a siker, nek alapja a stabilitásé, a vezető szerepé, a vezető képességeké. Tehát itt ez jelzi azt, hogy lehet, hogy amit próbál, tehát itt két sikerkártya is van, mind a botok hatos, mind az uralkodó a sikerről szól, a szervezettségről. Ez az a kártya, ami egyesíti az összes királynak az energiáját. Tehát itt jelentett egy vezetőt, egy vezető szerepet, valamint azt, hogy nagyon sikeres leszel. Ez a lap, hogyha munkát keresel, akkor lehet, hogy arra szólít fel, hogy légy egy kicsit szervezettebb abban a tekintetben, hogy milyen állásokra pályázol. Aztán a következő lapunk pedig a kardok lovagja. A kardok lovagja az jelzi azt egyrészt, hogy van valamilyen nagy-nagy változás, ami bejön az életedbe hirtelen. Egy olyan változás, amiről már régóta álmodsz. Tehát itt lehet, hogy valamilyen vezető pozíció jön be hirtelen, amiért nagyon keményen meg kell küzdeni. Ez lehet egy személy is, mivel udvari kártya. Általában jelzi azt, hogy gyorsan haladnak előre a dolgok. Ez egy olyan személy, aki, hogyha szemét megtestesít, aki arra fókuszál, hogy minél hamarabb végrehajtsa a dolgát, és igazán képes a harcba szállni bármiért. Egyetlen problémája van, hogy nem tervezi meg a dolgokat előre. Tehát néha egy kicsit egy makacs szemét is jellemezhet. Igazán az uralkodó is lehet makacs ebben a tekintetben. Aztán a pakli alján pedig a botok királya van, a botok királya, aki a született vezetőt testesíti meg. Tehát ez egy olyan személy, aki nagyon karizmatikus, aki képes az embereket a gondolatai, az elképzelései mögé felsorakoztatni. Szereti az újításokat, szereti az új dolgokat, szereti a kalandokat. Tehát, hogyha ez egy nagyon vállalkozó kedvű személy, ha a saját vállalkozásodba próbálsz belefogni, akkor ez egy nagyon-nagyon pozitív lap. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.